Sziasztok, kedves gyerekek! Sigidi csá! Az a helyzet, hogy eljött a sorsolás napja, remélem nagyon izgultok ti is. Elővett Viktor néhány sapkát, arra gondoltuk, hogy esetleg ebből húzhatnánk ki a nyertes nevét, de meggondoltuk magunkat időközben. Itt vannak felírva a kis papír cetlikre, mutatom, kedves hölgyek, urak, azok a nevek, akik megosztották azt a kis szöveget, amit ugye kértünk, emiatt van most az, hogy a sorsolásnak a napja elérkezett. Arra gondoltunk, hogy ezt a sorsolást úgy fogjuk megejteni, hogy ugye a lottónál úgy szokott lenni, hogy van így egy ilyen gömb, amiben belemennek a kis labdák, és így fújja a szél, és közben kavarod. Fújja a szél, fújja, közben a felé. Közben kavarognak a kis labdák, és így kigurul 5 darab, ugye, ezt látjuk, hogy ez az 5-ös lottó. Most ez egy 1-es lottó lesz, mert hogy csak egyetlen nyertesünk lesz a mai napon, aki megnyerheti, mutassuk közben a kamerán az Indigo, van Indigo cég? Nincsen. Komolyan nincsen. Tényleg nincsen. Sajnálom, nem mutatjuk akkor, meg. Viszont! Várj, akkor viszont én is megosztottam, én írnék egy nevet a sajátomat, jó? Na mindegy. Szóval, arra gondoltuk, hogy akkor megnyeri a dedikált Indigo CD-t, a dedikált Indigo postert és egy... Indigo karkötő! Meg tudjuk mutatni az Indigo karkötőt? A negatívját meg tudom mutatni, de igazából egy ilyen gyönyörű szilikon karkötőt kap Indigo felirattal, illetőleg logóval, de nem ilyet, hanem olyan, ami normálisan néz ki, nem ezt a fal. Feketét! Úgy értjük, hogy feketét. No, akkor kedves hölgyeim és uraim, kezdetét veszi a rendkívül izgalmas sorsolás. Kicsit előkavarom, keverem a kis nyerteseket. Viktor, drága gyermekem, mutassuk még a kamerának, hogy rengeteg cetli van benne. Rengeteg cetlik vannak. Összegyűrődve. Amiket itt mindenféle cetlik. Nevek vannak. Cetli. Az mind cetli. Cetlik, botlik. Hogy egy izé, bálna lyuk, cetlik. Na. Ja, tényleg kimondtam. Na, akkor Viktor, van rám. Tere. Csináld te, legyen úgy. Viktor, akkor elindítanám, beleraknám a kis neveket a gépbe. A gép megkezdi a keverést. És végül kijön egy... És végül kiköp egy nevet, a nyertesünk kicsit nyálas. Magyarsz Gábor! Nézd, meg tudjuk... Gabi! Meg tudjuk mutatni a kamerát? Egészen közel tegyük, hogy fókuszáljon. Matez Gábor! Gabi! Te értél! Szia! Nagyon örülünk, hogy ezt a kis sorsolást átélhettétek, reméljük, hogy